Ellátogattam az ország top 3 legismertebb gyorséttermébe, és összeállítottam a Kentucky McKing Fried Chicken Burgert. Hogy mit? De kezdjük az elején. Egy nyugodt szombati napon épp a reggeli kávémat iszogattam, amikor a legutóbbi szemszülekes kajás videóm alatt lévő legfelső kommentem megakadt a szemem. Jó látni, hogy újra csinálsz kajakihívásokat. Ezzel a kommenttel egyet is értett 133 ember, úgyhogy... Vágjunk bele a kihívásba. A legutóbbi gyorskajás kihívásom már évekkel ezelőtt történt, úgyhogy ideje belevágni valami újdonságba. Mi másra is esne a választásom, nem az ország top 3 gyorséttermére, a McDonald's-ra, Burger King-re és a KFC-re. Most a terv az, hogy mindhárom helyről veszek egy ikonikus burgert, majd hazaérve összemixelem, de ne aggódj, igyekszek gusztusosan csinálni. Leérve a garázsba, már várt is a sokak által ismert zöld Lambó. Igaz, még nyári gumival, de se baj. Legalább a felnél jól néz ki. Már amúgy nem sokáig lesz velem, úgyhogy aki esetleg gyűjtő, vagy egy ilyen halálos iramban kinézhető autóhoz álma, keressen. Kis forgalmat megkerülve el is érkeztem az első állomásomra, a McDonald's-ba, ahol egy dupla sajtos McRoyalt kértem. Majd a Burger King-be vettem az irányt, ahol Bacon King-re esett a választásom. Igaz, kicsit megszívtam, ugyanis itt nem volt drive-thru. Ott van, úgyhogy be kell mennem. Egyszer voltam itt életemben a legcsövesebb Burger King, ahol jártam. Borzalmas. Az első fiam az itt van velem, meg a másik. Nem. Megyünk be, annyi, hogy parkolást hát nem találtam, vagyis hát olyan helyen találtam, ami zöld, ugyebár, tehát az elektromos autóknak van kitalálva, eredetileg. Itt van, elektromos autóknak, ez is zöld, de hát mivel a színe zöld, ezért reménykedem, hogy nem fogom megbüntetni 3 perc alatt. Reménykedjünk benne, hogy a zöld színe miatt elhiszik, hogy ez is elektromos. Bár nem, mert a fogyasztás az nem gyenge igazából. Végül pedig a KFC-be érkeztem, itt kicsit nehezebb volt, ugyanis egy kezemben meg tudnám számolni, hogy hányszor jártam itt életemben. Itt a Gold Grander Burgerre esett a választásom. Így, hogy mindhárom fiamat felvettem, készen álltam, hogy hazavigyem őket. Hát örültem volna, hogyha az anyukkal jönnek, de ez van. Hazafelé egy kis lambos száguldás következett, szigorúan 50 km/h, imádta az autó. Na és akkor el is érkeztünk itt a kihíváshoz, amit láthatjátok, kőkeményen próbálkozom a burgerek összerakásával, végül kis csalással sikerült is. Úgyhogy kezdődjön a kihívás időméréssel. Megjelen Magyarország legelső étrendtervező, kalóriaszámláló és recept elkészítő applikációja az iFoodie, illetve személyedző applikációnk is az iTrainer. Töltsd le őket most! Ebben indítunk egy live-ot TikTokon. Üdv mindenkinek! Egy kajakihívást fogtok látni élőben, live-ban. Kérem szépen! Utoljára szerintem egy fél éve, hogy becsatlakoztam TikTok live-ba, úgyhogy nem most volt. Itt közben forog a kamera, ezt a videót fogjátok majd látni a YouTube-on. Megnézzük, hogy sikerül-e befejezni így ennyi idő után. Meglátjuk. Itt még egy pár embert várunk, ha nem esik össze. Na, annyit kell tudni amúgy erről a kihívásról, közben mindkét kamerával beszélek, hogy... Ugye itt sokan kértétek, mert megszavaztátok, hogy legyen már ilyen kaja kihívás. Úgy döntöttem, hogy itt a három nagy gyorskajás helynek a signature burgerjét fogom kombinálni. Szóval itt nekünk van egy McDonald's-unk, egy Burger King-ünk, illetve van egy KFC-nk. És ez úgy néz ki a felépülése, vagy a felépítése ez úgy néz ki, hogy van egy dupla sajtos McRoyal, van egy Bacon King, meg van a KFC-ből valami Grander, vagy Golden Grander Burger, vagy mi, valami ilyesmi. Úgyhogy, hát ezt fogjuk megkísérelni, igazából már kihűltek ezek a drágák, úgyhogy hát lehet, hogy itt szétszerem, aztán még berakom egy percre, vagy fél percre a mikróba. Ha már egyszer kajakihívásnak, hogyha már kajálgatunk, akkor kajálgassunk. Hé, gyerekek! Hát nem is tudom, melyikkel kezdjem. De... Hú... Össze van amúgy szűkülve a gyomrom. Azt kell mondjam. Milyen volt a mérkőzés a Starbucksban? Nem nézek Starbucksot, nem tudom. Milyen mérkőzés? Írják azt, hogy... Régebben nagyobb kihívásokat csináltam,
Hát ez tény, de diétázgatok amúgy, vagy diétáztam az elmúlt pár hónapban, úgyhogy hát nem tudom, meglátjuk. Összeülne, mondjuk egy ilyen 10 percet adok magamnak, hát jó, legyen 15 max. Mindegy. Amúgy múltkor bementem itt a barber shopba, és az egyik srác, aki vágta a hajam, az pont így talált meg, hogy a live alapján, vagy live alatt TikTokon, és ő mondta, hogy baszki, már nem csinálsz live-ot. Mondom, hát utoljára szerintem ilyen február környékén jelentkeztem be egy 5 percre este, és olyan szinten felhúztak ugye a kedves kommentelők, hogy végül kijelentkeztem. Na mindegy. Szóval, le lehet cserélve a konyha, azt írják. Köszönöm szépen. Le lehet cserélve a konyha. Az egész lakás le lehet cserélve. Az történt. Ugyebár, hogy új helyre költöztem. Felköltöztem Pestre. Eredetileg ugye miskolci vagyok. Aki tudja, az tudja. Szóval itt igazából nyilván itt más a kecó. Igen. Pecs 095-nek a válaszom, igen. Hogy gyerekek? De jó az a zsemle. Közben ez az, hogy össze lehet mixelve, ez a grander, ugye, ez össze lehet mixelve, mivel? A Bacon King-gel. Nem tudom, elég guszta. Szóval lett egy ilyenünk. Valami gyerek. Ó! Valami gyerek azt kéri, hogy értékeljem a profilkép alapján a fizikumát? Magyarország legelső online személyedző applikációja, az ATPV Fitness átalakult és iTrainer néven fut tovább. Ez azok akárcsak az előző, szintén arra lett kifejlesztve, hogy segítsen fitness céljaid elérésében, legyen az fogyás, izomépítés vagy éppen súlytartás, itt viszont jóval több hasznos funkció lett beépítve, biztosítva ezzel a maximális felhasználói élményt és elégedettséget. Rengeteg kinti, saját testsúlyos gyakorlattal bővült, olyan gyakorlatokkal, amikhez nincs szükséged edzőtermi eszközökre vagy súlyzókra, ugyanis a legközelebbi edzőparkban, de akár otthon is könnyen elvégezhetően. Több mint 260 gyakorlatot tartalmaz, leírással és rengeteg hasznos tippel különféle edzésmódszerek alkalmazásáról. Az iTrainer akárcsak egy jó személyedző, végig kísér edzéseden, jelzi, ha súlyt kell csökkentened vagy növelned egy adott gyakorlatnál, illetve az elvégzett edzéseidet össze tudod hasonlítani az edzésnaptárban is, ahol szintén be tudod ütemezni edzéseid dátum szerint, így az app csak az aznapi edzésedet mutatja. Rengeteg sok hasznos funkcióval büszkélkedik, és jó hír, hogy az első 7 napos próbaidő ingyenes. Az appnak vannak alapból ingyenesen használható funkciói is. Az elvégzett edzéseiddel pontokat gyűjthetsz, így az app árát könnyedén visszakeresheted csupán azzal, hogy edzel. Légy részete is Magyarország egyedülálló profi, személyedző alkalmazásának és segítségével alakuljunk át együtt. iTrainer, az app, ami tanít és átalakít. Milyen profilkép alapján? Nem látom a profilképet, haver. Egy ilyen kis pici cuccot látok. Nem tudom, haver. 10 per... Jó van, nem leszek ma bunkó, mert csütörtök van. Legyen akkor 10 per... 3. Itt azért megmutatnám, hogy itt a... Fú, az meg. Ez kemény.
KFC-t mondjuk annyira nem szeretem, csak a boxot. Amúgy, ha valaki éppen eszik, vagy ez enne, vagy nem tudom, annak jó étvágyat kívánok. Aki tud, az egyen most velem. Itt leszek még egy darabig. Jó lesz a vagy szakadva, köszönöm szépen. Mikor volt kihívás? Pontosan mi volt a kihívás? Hát igazából még itt tartunk. 8 perce. Mely ez a cucc? Ez a három gyors étteremnek ugye a kihívása, vagyis a burgere, aki most csatlakozik be, a Burger King, McDonald's és a KFC. Egy ilyen összeállítást csináltam. Ez a videó olyan 2 hét múlva fog megjelenni a YouTube csatornámon, aki még ott nem követ, Tari Ádám Pro Fizik, a nevem. De a biomba megtalálja ezt a linket, vagy ha bejött, hogy Tari Ádám, akkor megint. Na, Bacon King-nek az alja. Hú, gyerekek, nem tudom. Lehet, ha meg fog halni. Hogyha lehoznák az újságok azt, hogy Tari Ádám meghalt, túlette magát, mondjuk a Blick, mint mondjuk a Rácz Gézás esetben, akkor tudjátok, hogy ez valószínűleg valid információ. Na. Bazzeg. Megvan, mit felejtettem el. Baszki. Na, kinek jut eszébe, hogy mit felejtettem el? Nagyon fontos. Aki nézte bármelyik kaja kihívásomat, az tudja, hogy valamit nagyon elfelejtettem, pontosabban kifelejtettem a kaja kihívásból, és ez nagyon fontos. Aki leírja ide a komment szekcióba és eltalálja, közben kifújom az orromat, nem bánjátok. Tej! Tudjátok mit? Igazatok van, a tej jelen esetben most nem arra gondoltam, de amúgy jó válasz, elfogadom. Zero kólát nem kértem. Mert aki végignézte a McNuggets-et, meg az összes ilyet, az szinte állandóan poénból azért kértem a 200 McNuggets végén is azért egy zero kólát, szóval így a vicc azért a végén ott volt, a poén. Most elfelejtettem. Szégyenem is egy kicsit magam most így 430 ember előtt. Elnézést! Na. Oké. Okay. Na akkor gyerekek, itt már nekiessünk ennek, ez már le fog menni. Mennyi az idő? Na, fiam. 13 perc. Elemezzük ki ezt a Burger King-es kis húsit. Szeretnél egészségesen étkezni, formába kerülni, de nem értesz a főzéshez és a kalóriaszámláláshoz? Akkor ajánlom figyelmetbe az iFoodie applikációnk, ami Magyarország legelső kalóriaszámláló főzős applikációja több száz bővülő receptgyűjteménnyel. Az iFoodie egy profi étrendtervező, recept elkészítő és kalóriaszámláló applikáció, ahol az app végigvisz az ételek elkészítésén lépésről lépésre videónyak segítségével. A receptek elkészítéséhez nem kell profi szakásnak lenned, így egészen kezdőszintől kezdhetsz el tanulni sütni, főzni. Az applikációban több száz recept található, amit állandóan bővítünk, így az étrendet sem válik monotonná. Emellett össze tudod állítani étrended, ki tudod számolni bármelyik étel kalóriatartalmát az app kalóriabázisának segítségével. Akárcsak a fitness applikációnkban, itt is nyomon tudod követni a fejlődésed grafikon segítségével. Tégy egy próbát, töltsd le te is, nem fogsz benne csalódni, hidd el, és a legjobb, hogy az első hét napos próbaidő ingyenes. iFoodie, az app, amivel a sütés, főzés, gyerekjáték. Jó vékony gyerekek! Elég jól néz ki. Elég jól néz ki. Nagyon jó. Jó lesz.
Szerintem ez egy ilyen 200 g fehérje most, amit így benyomok. Úgyhogy mai napon már nem nagyon kell lenni. Bár mindig azt szoktam mondani, nem szabad erre inni, hogy ha elkezdek inni erre, úgy megdagad, hogy meghalok. Hál' Istennek a mai napon a munkám többségét megcsináltam. Még estére marad egy pár konzultáció, meg edzésterv és étrendírás, de ezen kívül, köszönöm az ajándékot, ezen kívül a munkámmal rendben vagyok, úgyhogy nem lesz gond, hogyha kidőlök. Véleményeket kérdeztek? Kérdezhettek nyugodtan véleményeket. Abdulról semmi véleményem nincsen, csináljon, amit akar. De ha már 120 kiló, és ha arra hivatkozik, hogy ő bír enni, meg éhes ugye a testsúlya miatt, akkor pipálja le ezt a három burgert. Akkor csinálj egy ilyen kihívást. Azt kérdezik sokan, hogy merre voltam, hogy nem lehetett látni. Én a YouTube-on vagyok aktív, illetve én live-olni nem igazán live-olgatok már, szóval én az utolsó komolyabb live-om az kb. Egy ilyen másfél évvel ezelőtt volt. Tehát voltak ilyen kisebb bejelentkezéseim, viszont azért nem live-olok, vagy azért nem live-oltam, mert este, amikor feljöttem, azt tapasztaltam mindig, hogy ilyen 8 éves gyerekek irkálnak, kommentben, meg trollkodnak, és nekem nem volt hozzá kedvem, megmondom őszintén, meg nem volt hozzá idegzetem, hogy ezeknek válaszoljak. Tehát igazából nem volt az a közönség meg, vagy azok az emberek, vagy lehet csak nem szólaltak meg a live alatt, vagy nem kommentetek, de úgy éreztem, hogy gyerekekhez, vagy olyan emberekhez beszélek, akiknek, és hiába válaszolom meg ugyanazt a kérdést 500-szor, hogy hanyas a karod, meg ilyenek, ezzel nem tudok mit kezdeni. Szóval ezért tűntem el, vagyis igazából ezért nem live-olok azóta, vagy ezért nem live-oltam. De amúgy a YouTube-on úgymond shortsokat rakok ki, néha hosszú tartalmakat rakok ki, úgyhogy live-olni már csak itt fogok. Instagramon szoktam sokat sztorizni, úgyhogy aki szeretne követni, az inkább Instagramon, jöjjön át Instagramra. Ha live-ot akartok, kövessetek be itt. Hogyha napi sztorikat akartok, akkor Instagram. Hogyha pedig hosszabb videókat akartok, videótartalmakat, akkor meg főleg a YouTube, de a TikTok is jó. Szóval, amit YouTube-ra megosztok, azt megosztom itt is. Úgyhogy igazából ez a három platform, amit használok. Ennyi. Kérdezik, hogy amióta nem versenyzek, mennyire figyelek oda a formára. Na most, ne értse félre senki ezt a kihívást. Nyilván ez egy szórakoztató tartalom. De nem eszek azért ilyet minden nap. Szóval azért nem vagyok atomszáraz. De annyira nem is vagyok elhízva. 21 perc, 40 másodperc. Ez nem is kellett. Ezt azért vettem elő, hogyha nem bírám, kinyírom magam, de hagyjuk. Na. Szóval itt ez igazából ezzel kapcsolatban ennyi. Lesznek még live-ok, úgyhogy aki tényleg az fogja tudni nézni, illetve aki szeretne edzésben, étkezésben segítséget kérni testátalakulásban, az pedig az atpp.hu weboldalamon megtalálja a programjaimat, vagy az aramtari96@gmail.com e-mail címen el fog tudni érni, vagy privátban írjon rám Instagramon, és akkor ott át tudjuk beszélni a fitness céljait, a részleteket, hogy mit szeretne, stb. Úgyhogy ennyi. Hát ezt bevágtam. Live-ba. Gyerekek, ezt bevágtam live-ba. Szóval köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. A következő videóig.
Peace!